Sziasztok! Ez a Pergamon Hány Szavak csatornája, és a mai videóban tízakot hoztam amellett, hogy miért érdemes elolvasni az ansukat. Időt. Nagyon sokat beszéltem tavaly az Anzsukról, láthatok interjút az íróval is, és Benyák Zoltánnal, és hát én egyből végigolvastam ezt a hat részt, ami így hirtelen megjelent, és idén várható egy különleges kis, mondhatni, kiegészítő rész, nem pontosan a következő Anzsuk könyv lesz, de az Anzsuk világához kapcsolódó. És akkor úgy gondoltam, hogy emiatt és amiatt, mert... Új dolgok láttak napvilágot az Anzsuk világából és a székirodalomból, ezért csinálok egy olyan videót, amiben most már tényleg tízokkal ajánlom nektek a sorozatot. Hogy mi ez az új dolog, amivel bővült az Ansú világ, azt megtudjátok az utolsó pontként, de először nézzük a könyvekhez kapcsolódó pontokat. Ide hoztam az utolsó megjelent részt, hogy ezért mégis fogják valamit, de egyébként fent van a legfelső polcamon az összes. Az első, ami miatt ajánlom ezt a történelmi sorozatot, az maga a történelem. A valós történelem, ami megjelenik ezekben a könyvekben a magyar történelem jelenik meg benne, de közben ellátogatunk Olaszországban is, és nyilván az Anzsukról szól, az Anzsuk uralkodásáról, megjelenik sok történelmi személyiség, akik főszerepben lesznek, és ahogyan ötvözi a fikciót a valósággal az író, az szerintem csodálatos, és emiatt tényleg mindenképp megéri elolvasni, mert én saját tapasztalatból mondom, hogy sorozatokból és könyvekből sokkal inkább megjegyzem, és, Megértem, és sokkal inkább érdekel a történelem, mint hogyha csak a könyvekből tanulnám meg az iskolában. A második pont a nyelvezet, ami igazából lehet pozitív és negatív is. Én véleményem szerint ez pozitív. Mert hogy nem régies a nyelvezete, hanem egészen modern, de nem annyira, hogy azt mondjam, hogy Úristen, mit keres ez egy ilyen korban? Ez a nyelvhasználat. Emellett pedig vannak benne korhű. Kifejezések, szavak, amikre néhányra még magyarázat is van, lábjegyzetben fűzve, mert hogy ebben a könyvben lábjegyzetek is vannak, nagyon kevés, de azok vannak, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Így tehát értjük a történetet, sokkal inkább pörög, és nem az van, hogy nem értjük azt, hogy mit beszél egy-egy szereplő, hanem tanulunk új szavakat, de közben pedig megtalálja az egyensúlyt az író, és nagyon jók a tájszólások is benne, úgyhogy ezt még külön ki kell emelni. A karakterek a következő pont, mégpedig azért, mert tényleg azok a karaktereink, akik felmerülnek ebben a történetben, mind nagyon egyediek, mind nagyon körvonalazottak, és mindannyian háromdések, nem csak jók és nem csak rosszak, vannak hibáik, és mégis nagyon szerethetőek. A következő maga a cselekmény, ami általában több szálon fut, és rettenetesen odaszögezi az olvasót. Tehát én nagyon-nagyon vártam mindig azt, hogy mi fog következni, és nem az volt, ami sok könyvnél előfordul, hogy csak ennek vagy csak annak a szálnak a végkimenetele érdekelt, és alig vártam, hogy visszatérjünk rá, hanem egyszerűen mindegyik szánál úgy voltam, hogy úristen dézgalmas, úristen akarom tudni, hogy mi jön, de amikor átléptünk a következőre, akkor nem éreztem azt, hogy jaj, most miért itt vagyunk, hanem akkor újra belelkesedtem, és ez egészen úgy volt végig, amíg a végkifejlet meg nem történt. És említettem, hogy különböző szálakból áll, amik viszont szépen lassan összekapcsolódnak. És ez szerintem egy külön pontot megér, ahogyan a történetet vezeti az író, és ahogyan szépen lassan minden összekapcsolódik, minden napvilágot lát, és minden halad a maga végkifejlete felé, az zseniális, és, amint mondtam, teljesen leköti az olvasót, egy percig nem hagyja nyugodni. A karakterekhez visszatérve egy külön pontot érdemel a karaktergárda cserélődése. Ezt már többször is mondtam az ansúkkal kapcsolatban, hogy szépen lassan az új generáció átveszi a régi generáció helyét, és ez így van rendjén, de mégsem bírjuk általában elengedni a főszereplőinket. Mert úgy vagyunk vele, hogy az már kit érdekel, hogy a gyerekével mi történik, én őt akarom viszont látni, és ez az ansúkban nekem nem volt jellemző. Tehát én ugyanúgy tudtam követni az új karaktereket, és egy percig nem hiányoltam a régieket, nagyon szépen leledzelve mindenkis mindenki szála, nagyon természetesen veszi át a helyét az új szereplő, és tényleg semmilyen hiányérzetem nem maradt, úgyhogy ez mindenképpen dicséretre méltó. Külön pont a brutalitás, de nálam ez mindig különpont pont szokott lenni, mert hogyha az írók megmerik ölni a karaktereiket, vagy megmerik sebesíteni őket, vagy rájuk szakasztják az eget, akkor az nekem mindig egy pozitívum, mert ilyen a való élet, és ne dédegessük a karaktereinket, mert nem azt akarjuk olvasni, hogy ők mindenből csodával határos módon felépülnek, hogy semmi nem hat rájuk, hogy igazából minden tragédia kikerüli őket, vagy mindig szerencséjük van, mert ez nem így működik, főleg nem a háborúban, úgyhogy ez valóságosá teszi ezt a történetet, és ez nagyon fontos egy történelmi regénynél. A sorozat felépítése a következő pont. Eddig hat rész jelent meg, ez a legutolsó, ami megjelent, és ahogyan fel van építve, az nekem nagyon tetszik. Öt trilógia lesz az Anzsuk, volt a Bátor Attila bosszú trilógia, az Aranyvisegrád trilógia, az Ifjú Lovakirály trilógia, és a sorozat előzménye is három részből áll. Most az Arany Visegrád trilógia utolsó részénél járunk, a királyok énekénél, és akkor ezután jön az Ifjú Lovakirály trilógia, ami előkészületben van. Ilyet én eddig nem olvastam, biztos létezik, de nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert ahogyan fel van osztva trilógiákra az ansúk, úgy igazából tényleg ö, folyamatosan haladunk az időben a karakterekkel. Tényleg az van, hogy vannak részek, amikben van egy főszereplőnk, például Bátor Attila, aztán jön a fia, aki főszerepbe kerül, és ez teljesen rendben van, és szerintem ez izgalmas. Már sokszor mondtam, nem lehet ugyanazokkal a karakterekkel egy ekkora sorozatot végigvinni, és teljesen felesleges is, mert hiteltelen lesz a külcsíny, a következő, amit meg szeretnék említeni, most csak egy könyv van itt nálam, de mindegyik nagyon passzol egymáshoz, ilyen a belső borító, és nekem ez az egész könyv, ezt az Atenom kiadónak köszönjük meg nagyon szépen, az egész könyv a belseje, a tördelése annyira eszembe jutatja azt, hogy minthogyha egy régi kastély könyvtárából húztam volna elő ezt a könyvet, és tényleg azt olvasom benne, ami akkor foglalkoztatta az embereket, és ami akkor megtörtént. Nekem egy nagyon nagy plusz, mert nem lehet modern kötésben egy ilyen régies történet, és így a külcsény alátámasztja a belbecset, szóval nagyon élik a történethez ez a kiadás, és ezért én nagyon-nagyon szeretem ezeket a könyveket már csak tartani is a kezemben. Az utolsó pont pedig nem más, mint az említett újdonságok, ezek pedig az Anjouk merchandise cuccok, tehát Anzsuk kiegészítő termékeket vehettek, hogyha tetszett nektek a sorozat. Az egyik ilyen kiegészítő termék az a rajtam látható póló, amit mindjárt megmutatok. Így néz ki. Ez csak egy abból, amit mindjárt végigmutatok nektek. A következő egy anzsúk bögre. Nagyon tetszik ez a bögre, nagyon-nagyon szép, biztos, hogy fogok belőle inni. Ilyet is rendelhettek, hogyha tetszett nektek az anzsúk. De van még itt egy másfajta póló is, ez pedig egy fehér változat, ami így néz ki, szóval ez nem ugyanaz a minta, ami a másik pólón van, de szerintem ez is nagyon szép, és nagyon-nagyon jó, hogy több választási lehetőség is van. És van még egy hűtőmágnes is, szintén ugyanezzel a mintával, szóval tényleg mindenre gondoltak Bíró Szabolcsék. A lovak királyok és udvari lovagok férben fürdő aranykora. A termék családról még néhány információ Bíró Szabolcs kérésére. A tervezés és a kivitelezés egyaránt Bodnár Balázs munkája, aki az ansuk ötödik része óta a borítókat rajzolja, szóval nagyon-nagyon jó munkát végez, tényleg szerintem mindegyik csúra szép. Illetve a könyvturné arculatáért is ő felel, tehát Bíró Szabolcsik nagyon szuper könyvturnékat csinálnak, visznek magukkal rollápokat, könyvjelzőket, turnéplakátokat, a bemutatott pólók, a bögre és a hűtőmágnes kizárólag az ezüstpallos.hu oldalról rendelhető, le fogom nektek linkelni, hogyha szeretnétek megvásárolni a termékeket, akkor már csak kattintanotok kelljen. Ez a cég Bodnár Balázs és Bán Mor közös szüleménye, és mostanáig csak a bánmor könyveihez kapcsolódó, Hunyadi sorozathoz kapcsolódó termékeket lehetett itt vásárolni, és ebbe csatlakozott be Bíró Szabolcs, szóval innen tudjátok megvenni a termékeit. És hát ez a termék család, mint a magyar hősöket, történelmi alakokat felvonultató sorozat részeként jött létre. Nekem nagyon-nagyon tetszenek. A puló például úgy jött, hogy megmondtam a méretemet, és tökéletes méret, és nagyon kényelmes, és nagyon jó az anyaga. Úgyhogy ugyanúgy, vagy a válteszeseknél, ezt is ajánlani tudom, mert teljesen minőségi az egész. Itt van ugye a másik fajta, a bögre, ez nagyon-nagyon tetszik nekem, talán ez a kedvencem, és a hűtőmágnes. Szóval, hogyha szeretitek az anzsukat, vagy most fogjátok elkezdeni, és esetleg teljesen beleszerettek, akkor Ezeket a termékeket rendelhetitek hozzá. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Bíró Szabolcsnak, hogy megtámogatott engem a termékeivel, és hogy bemutathattam ezt így nektek, és már nagyon szerettem volna egy tízes ajánló listát készíteni ehhez a sorozathoz, úgyhogy most ez is elérkezett. Hogyha idén valóban megjelenik az új könyv, akkor arról mindenképpen fogok nektek értékelést hozni, mert nagyon izgalmasan hangzik. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyit szerettem volna mára, sziasztok!